Csíkszentmihályi általános iskola udvarán épp bemelegítenek az intézmény diákjai és az érdeklődő óvodás korosztály. Fel a nyolcipőt címmel tartjuk ezt a rendezvényt, már hagyományosnak mondhatjuk, hiszen tavaly 2022-ben is megrendeztük. Alapvetően az általános iskolás korosztálynak szól, de megszólítottuk az óvodásokat is. Az óvodások is csatlakoznak ehhez az eseményhez. Ez egy jótékonysági futás, megversenyeztetjük az osztályokat, amelyik osztályból a legtöbb futó diák, illetve szülő van, őt jutalmazzuk, az az osztály egy pizzázáson vehet részt, és erre a programra kapcsolódott rá az óvodásoknak a beiskolázási rendezvényre, amiről azt kell tudni, hogy kicsit a sportos oldalunkat szeretnék megmutatni. Sportiskola lévén igyekeznek olyan programokat szervezni, ahol a mozgás kerül előtérbe. A nebulok közül inkább az alsó évesek vették ki részüket a rendezvényből. A diákok a bemelegítést követően egy az intézményt megkerülő távot, mintegy 2 kilométert futottak, ami a legkisebbeknek sem okozott problémát. A célba érkezést követően üdítőt és csokinyulat kaptak a gyerekek. Ja, jó nehéz volt, és nagy kör volt. Körbefutattuk az iskolát. Teljesen körbe. Arra az iskola felé, utána itt el a bejáratnál, és vissza a célhoz. Az óvodások számára az aulában folytatódott a program, ahol a körtáncot követően tojásfadíszítéssel, tojáskereséssel készültek számukra a pedagógusok.